Jó estét kívánok! A közbiztonság mindig nagyon érdekes téma, és hát az utóbbi napokban nem telik el úgy hír, hogy ne hallanánk valamit, akárhogy drogfogyasztókat értek tetten, akár körözött személyeket, és nyilván a városrendészet és a rendőrség, akik a bűn megelőzésben és a bűnüldözésben részt vesznek, de hát nem szabad elfeledkezni a közbiztonság harmadik lábáról, a polgárőrökről is. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Tóth Ildikóval, a Gyöngyösváros Közbiztonságért Polgárőr Egyesület elnökségi tagjával, kommunikációs referensével. Szia, Ildikó! Szervusz, dáma, üdvözlöm a televízió nézőit! Na hát, nem olyan régen volt itt nálunk polgármester úr és rendőrkapitány úr, akik bejelentették, hogy készült egy intézkedési terv a közbiztonság javítására, a bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása érdekében, és hát nyilván a polgárőrség az elmúlt években is nagyon szoros kapcsolatot ápolt mind a városrendészettel, mind a rendőrséggel, és hát természetesen ebből az intézkedési tervből magák a polgárőrök sem maradhattak ki. Ti hogyan veszitek ki a részleteket ebből a fokozott intézkedési tervből a jövőben? Gyakorlatilag volt egy egyeztetés egy hónappal ezelőtt körülbelül, ahol a polgárőrség vezetői is hivatalosak voltak, ugye mert tudjuk, hogy három polgárőr szervezet működik Gyöngyös közigazgatási területén. Itt az elnök elmondta, hogy mivel nálunk tényleg 41 év az átlag életkor, és nálunk tényleg mindenki dolgozik, hétköznap, hétvégén kinek milyen a munkabeosztása, de attól függetlenül a hétvégéket, a szombat-vasárnapokat fixre bevállaltuk, tehát arra mindig van emberünk. Nagyon lelkesek a polgárőrök, sőt, aki hétköznap a szabadnapját tölti, is szívesen jön szolgálatba, a rendészetre, a rendőrséggel közös szolgálatokba. Úgyhogy bízunk benne, nagyon nagy a sikerélményük, mert ugye ott látják a nap folyamán, hogy milyen intézkedések vannak, és benne voltak ebbe a drogfogásba is, ahol ott szemetelőt igazoltattak, és ugye drogot is találtak a közterületfelügyelet. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat, és még szorosabbra fűzzük ezáltal, hogy nem csak ebben a projektben úgymond, mert ugye ez most egy kiemelt intézkedési terv, hogy mit és hogyan lehet ezeket a úgymond más városokból átutazóként, vagy egyáltalán nem tudjuk ugye a kilétüket, igazoltatásokkal derült ki, hogy ezek nem is gyöngyösi lakosok, hanem más városokból jönnek ide kéregetni, droggal, esetleg más bűncselekményekkel összefüggően, mert voltak olyan helyzet volt például, hogy hétfőn találtak egy illetőnél gyerekjátékokat, megkérdezték, hogy honnan van. Aztán vissza is kísérték, szépen megmutatta, hogy honnan tulajdonította el, vissza is kísérték az elkövetés helyszínére, becsöngettek, visszaadták az eltulajdonított dolgokat, és elnézést kért a tulajdonosoktól, hogy ő ezt elmerte tulajdonítani. Tehát gyakorlatilag megkerült az is, aki az elkövető is megvolt, ugyanakkor visszakerült. Így van, és ugye ezeket elmondják a polgárőreink, hogy ez nagyon jó ez a együttműködés, mert nem csak a rendezvényeken, tehát mi közös rádióink vannak, közös kapcsolatunk van, úgymond gyakorlatilag a rendész, rendőr, polgárőr egy sávon tud kommunikálni, tehát ha mi önállóként vagyunk kint, akkor is tudjuk a rendészet és a rendőrség felé, attól függ, hogy milyen intézkedést igényel az, amit jeleznek az állampolgárok. Egyébként az, hogy részt vesztek ebben az intézkedési tervben, azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban is állandóan jelen voltatok, hogy te is említetted a rendezvényeken, de közös szolgálatokban, biztosításokban, akár télen ott kikestetőnél, tehát tényleg mindenhol ott vagytok. Ez mennyire ró plusz terhet például a polgárőrökre, akik tudjuk, hogy munka mellett szabad idejük terhére végzik ezt? Gyakorlatilag mindenki szívvel, lélekkel csinálja ezt a tevékenységet. Tehát itt nincs olyan, én azt gondolom, hogy visszakanyarodok oda a sajnálatos gázrobbanás. Tehát jött negyed egykor éjszaka a riasztás, és 20 perc alatt gyakorlatilag a riadólánc végigment, és aki tudott, jött és csinált. Tehát nincs olyan, hogy nem mozdul meg, mert ha szólunk, ugye előre tervezett szolgálatok vannak, de vannak adhok helyzetek, a 10-15 polgárőr simán ott tud lenni
záros határidőn belül, ha esetleg olyan helyzet vagy katasztrófa helyzet van, vagy egyebek. Na most, ha nem előre tervezett szolgálat, hanem ugye hétköznapi általános szolgálat, azt magunknak szervezzük. Az úgy működik, hogy megvan előre két héttel általában a beosztás, ki mikor mit tud bevállalni. A rendőrséggel közös akciók, ugye arról nyilván nem beszélünk, mert akkor már nem lenne meglepetés a történet, hogy most közbiztonsági akció van, vagy közúti ellenőrzést tartunk, vagy éppen hol van szükség ránk, mert mindig a rendőrség mondja meg, hogy milyen területre kér embert tőlünk. A városrendészettel ugye egyszerű a helyzet, mivel az elnökünk Juhász Gábor a városrendészet dolgozója, sőt a másik egyesületnek az elnök helyettese is a rendészet dolgozója, ezért nagyon sokkal könnyebb a kommunikáció, sokkal hatékonyabban tudunk úgymond a rendészettel együtt dolgozni, tehát igazgató úr is elmondja, hogy milyen ellenőrzéseket szeretne. Ugye megnövekedett a buszmegállóknak, a vasúti pályaudvarnak, aztán az ellenőrzése, aztán a bevásárlóközpontoknál, tehát amikor forog az autó, és látják a hivatásos állományt, úgymond az egyenruhásokat, azért csak valamilyen szinten visszatartó erő. És amikor elkezdenek ellenőrizni, akkor ezek úgy próbálnak eltűnni a helyszínről. És ilyenkor jönnek be egyébként a polgárőrök, mert mindig felvetődik az a kérdés, hogy a városrendészek milyen jogköre van, a rendőrség mit tehet, a polgárőrök a jelenléttel vesznek részt leginkább. Az emberek egyébként komolyan veszik a polgárőröket? Mit tapasztaltok? Van pozitív, negatív, ez gyakorlatilag mindenféle ember van. Tehát mi elfogadjuk ezt a helyzetet, van, aki tiszteletbe tart minket, van, aki azt mondja, minek vannak a polgárőrök. Na most a polgárőrök gyakorlatilag a városrendészetnek és a rendőrségnek is egy háttérbázisa. Tehát egy személy, egy plusz személy, tehát ahány polgárőr, annyi szem. Tehát nem mindegy, hogy van négy rendész szolgálatban, van mellette négy polgárőr, azok már négy irányba tudnak menni. De ugye mivel párosával vagyunk beosztva mi is, és a rendészek is. És nem mindegy, hogy polgárőrautó is szolgálatban van, a rendészautó is, ugye kettő is, aztán még a mezőőrségről nem beszéltünk, de most ugye nem ez a fő téma, de azért a külterületi szolgálatokon is ott vagyunk a mezőőrséggel, rendszeres szolgálatokban. Tehát én azt gondolom, a visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy gyakorlatilag a polgárőrnek önálló jogköre intézkedésre nincs. Ezért van városrendésszel rendőrrel. Tehát a városrendész és a rendőr munkáját segíti a saját jelenlétével. Tehát, hogy ő ott van, és ugye kiszállnak egy autóból egy igazoltatást, végeznek, akkor nem egyedül van a közterületfelügyelő sem, a rendőr sem, hanem polgárőrrel és hivatalosan ugye bejelentett szolgálatban. Mert ez ugye úgy működik, hogy szolgálat előtt bejelentkezünk a 112-re, a rendőrségnél rögzítve van, hogy hány polgárőr, melyik egyesületből, hol teljesít szolgálatot, és minden szolgálat így kezdődik, és így fejeződik be. Tehát ha a főtéren van egy rendezvény, előtte bejelentkezünk, meddig tart a rendezvény, hány fővel vagyunk, autóval vagyunk, gyalogos szolgálat, milyen rendezvényt biztosítunk, tehát ennek teljesen korrekt a kommunikációs háttere. Tehát bárhol bármi van, a rendőrség tudja azt, hogy éppen most mi milyen ponton milyen szolgálatot teljesítünk. Lejárt a műsoridőnk, de egy dolgot mindenképpen szeretnék tőled megkérdezni, mert sokszor beszélgettünk róla, és tényleg csak röviden, hogy mi várható. Polgárőrbázis, hogy áll? Polgárőrbázis nagyon jól áll, hál' Istennek nagyon jól haladunk. Vannak még elektromos áram, biztonságtechnika, parkosítás, egy kis betonozás, térkövezés, de nagyon jól haladunk, úgyhogy bízunk benne, hogy rövidesen meghívjuk a Városi Televíziót is szeretettel az átadásra, és mindenki másnak is, aki a projektben részt vett, mindenkinek köszönjük a támogatását. Az erkölcsit, anyagit, mert rengeteg felajánlást, rengeteg támogatást kaptunk, és nyilván majd a ünnepélyes átadáson mindenki ott lesz és fogja látni. És reméljük a most kételkedőknek, akik most kételkednek abban, hogy ez a bázis minek is jön létre, és miért is valósul meg, azt gondoljuk, hogy ha fogja látni azt, hogy ebbe élet lesz ebbe a létesítménybe, mert meg szeretnénk tölteni élettel, tehát ott lesz egy ügyeleti rendszer, ugyanúgy lesz
telefonunk, mint a városrendészetnek. Tehát még azt elmondom, mert fontos, tehát hozzánk este 10 órakor is érkeznek be hívások, hogy itt vannak a Pesti úton fiatalok, ugye nyár van, jó idő van, kint vannak a téren, és hogy menjünk már, mert hangoskodnak. És akkor szólunk ugye a rendészetnek, a rendészet megy, azonnal intézkedik, és 10 perc múlva jön az üzenet, hogy köszönjük szépen az intézkedést. Tehát ez a nem mindegy, hogy gyakorlatilag működik az, hogy azonnal menni oda és cselekedni. Tehát én ezt gondolom, hogy ez a jövő, mert csak összefogással lehet ezeket az embereket, ezeket az egyéneket is úgymond kiszorítani a városból. Mert és hát ugye a város egyik legkritikusabb pontján épül ez a polgárőrbázis, igen, tehát még inkább közel lesztek azokhoz, akik esetleg bármi problémát így okozhatnak. Van. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szerintem még fogunk beszélgetni. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, tehát az átadáskor mindenképpen, de én még előtte is szeretnék azért, hogy gyertek és tegyétek tiszteletetüket egy felvétel elejéig vágóképekkel, mert kell küldenünk majd most a Országos Polgáros Szövetség elnök, a dr. Túros András tábornok úrnak küldjük a vágóképeket, elküldtük azt is, amit készített a televízió, meg küldünk fotókat folyamatosan, hogy hol tartunk. És a másik része, ami nagyon fontos, hogy ez az országban is egyedülálló. Tehát olyan még nem volt az országban, hogy polgárőrség, polgárőr egyesület épít, az igaz, hogy rengeteg támogatása, mert az önkormányzattól kaptuk az ingyenesen a telket, a Várostészség Non-Profit Kft. Az, aki a kezünket fogja és folyamatában végig koordinálja ezt az egész dolgot, mert ugye a dr. Lénárti Anikó, Bene Janikónak nagyon sokat köszönhetünk, mert a munkatársaival együtt tényleg minden követ megmozgatva, minden segítséget megkaptunk tőlük, amit a hálánk az, hadd nem mondjam, az végtelen, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Polgármester úrnak, a városnak, a városi televíziónak, minden támogatónak, mert ez hajt minket előre, hogy igenis van miért és van kiért dolgozni. Tehát Várjuk az átadót. Erről szól az önkéntesség. Köszönöm szépen, Ildik, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.